Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim, Dér Katalin vagyok. A Kürdzengés ünnepe című sorozatban ma a keresztről beszélek. A keresztnek arról az oldaláról, amely szinte soha nem kerül szóba. Miért halt Jézus kereszthalált? Miért épp kereszthalált halt? Miért kereszten végezték ki, és nem máshogy? Ez egyáltalán nem magától értetődő. Sok más kegyetlen kivégzés módot ismertek az ókorban. Vízbefolytás, lefejezés, elevenen, megégetés, stb. Hát miért éppen a kereszt? Nincs észszerű válasz. Ami van, az inkább nagyon is rejtelmes, az átok. Mert írva van a második törvénykönyv 21. fejezet 23-as versében, átkozott, aki fán függ. Ezt az ősi kijelentést Pál Jézus kereszt halálára vonatkoztatja a Galata levélben. Azt írja, bűneinket, amelyek miatt átkozottá váltunk Isten előtt, ő Jézusra helyezte át, és íme nem mi, hanem ő lett átokká helyettünk, mert átkozott, aki fán függ. Jézus átokká lett értünk, ez a kereszt kulcsa. A szentet, aki áldást hozott, átkozottként végezték ki. Átkozottként, és ezért keresztfán, kereszten, átokfán, nem máshogy. Ugyanis a kereszt eredetileg nem egyszerűen a sok kivégzési mód egyike, nem is rabszolgabüntetés, noha Jézus korára már azzá vált, és mi is így tudjuk, hogy Jézus megalázó rabszolga halált halt. Igen, de ennél végtelenül több történt. A kereszt az átokfához rögzítés eredetileg a rómaiaknál szakrális kivégzés volt. Szakrális büntetés, szakrális vétekért. Ez a kereszt értelmének mély rétege a vallások történetében. És ez élet fel Jézus keresztjében. Nem csak általánosságban, hanem szenvedésének és kivégzésének minden egyes részletében. Ezekről a részletekről beszélek ma. A második törvénykönyvben nem élő, hanem már megholt ember testének fához rögzítéséről volt szó. A keresztet, mint kivégzés módot a zsidóknál a rómaiak honosították meg. Náluk a fához rögzítés, mint szakrális kivégzés, őshonos. Már a Krisztus előtti 5. században írásba foglalt ősi törvénykönyv, a 12 táblás törvény ismeri a fához rögzítéssel való kivégzést. Aki a gabonaföldet, a termést letapossa, felégeti, mondja szó szerint az ősi törvény, azt átokfához kell kötözni, és feláldozni a gabona istennőnek, cerésznek. Szakrális vétek, szakrális kivégzés. Sőt, ismeretes egy keresztre feszítési eset, amelyet írója Titus Livius római történetíró még régebbre, a Krisztus előtti 7. századba helyez. A történet részletei döbbenetesen hasonlóak Jézus kivégzéséhez. Hőse egy bizonyos Horácius, aki legyőzte a nép ellenségét, ezért ő is diadalmasan, újongó tömeg kíséretében vonul be Rómába, éppen mint Jézus virágvasárnap Jeruzsálembe. Ám röviddel ezután egy szakrális vétkéért őt is keresztre ítélik. A következőt kell tenni vele, idézem szó szerint, vigyék a városon kívülre, vesszőzzék vagy korbácsolják meg, a fejét fedjék be, így feszítsék keresztre. Hát döbbenetes hasonlóságok. De tovább is van. A király, mint bíra, itt is el akarja hárítani a felelősséget magáról, és másra ruházza, mint Pilátus, ugye Heródesre az evangéliumban. Itt is a néphez fellebbeznek, mint Pilátus, akarjátok-e, hogy elbocsássam nektek Jézust?
Eddig egyforma, de a nép döntése az nem. Horácius, a könyörületes római nép felmenti, még Jézust, emez a tömeg, nem. Keresztre vele. A keresztre feszítés sok részlete, a fához rögzítés, a fejbefedés, a kivégzés előtti ostorozás, az elítélt megkötözése, az ősi pogány római történetben és az evangéliumban rendkívül hasonló, és a két eset közt 700 év van. A keresztre fára feszítés tehát ősi dolog a rómaiaknál, de mivel Jézus előtt már évszázadok óta gyakorolták, ez az egykori szakrális értelme eddigre feledésbe merült. Egyszerűen a három legsúlyosabb büntetés egyike lett a lefejezés és az elevenen elégetés mellett. Ősi szakrális elemei pedig egy begyakorolt, most már olajozottan működő hóhértechnika részeivé váltak. De mi történik? Jézus kivégzésében a keresztnek ez az ősi, elhomályosult, szakrális jelentése feléled újra. Miért? Nagy titok ez. Amikor az evangélisták halálát áldozatnak, sőt önkéntes áldozatnak mondják, nem csak a kereszt teológiai lényegéről beszélnek, hanem akarva akaratlanul a kereszt legősibb vallási tartalmáról is. És itt minden részletről szó van. Jézus maga viszi a keresztjét, pontosabban annak visszintes keresztgerendáját a vesztőhelyre. Fejét befödik töviskoszorúval. Megkorbácsolják, leköpik és gúnyolják, fához rögzítik és átszegezik. A látszat az, mintha mindezek a megalázás, a kínzás részei lennének, pedig többről van szó. A felsorolt részletek egytől egyik kivétel nélkül a vallástörténet ősi, archaikus, szakrális, rituális, mély értelmű motivumai. Közös a céljuk, nem egyszerűen az elítélt megölése, kínzása, megalázása, hanem sokkal több. A benne megjelenő rossz, átok, baj, elhárítása. Baj elhárító, szakszóval apotropaikus eszközök ezek. Céljuk a baj, az átok, és ezzel a megsértett istenség haragjának az elhárítása, baj elhárítás. Ezt a zsidó vezetők persze nem tudják, sőt immár a római katonák sem, akik zöme egyébként is szír születésű. Nem értik már, mit cselekszenek, és mégis. A János evangélium 11. és aztán 18. fejezete szerint Jézus kivégzésével a cél szintén valamiféle bajelhárítás. A római hatalom várható büntetésének elkerülése. Szóval nagy titok ez. Most sorra veszem a motivumokat, hatot. Első, kereszthordozás. A vesztőhelyen a kereszt függőleges oszlopa földbe ásva készen állt, de a visszintes keresztgerendát Jézus maga viszi oda. Így volt szokás az ősidőkben, így kell lennie most is, bár már senki nem tudja, hogy miért. A keresztgerenda vitetése az evangéliumban értelmetlen, kegyetlenség, megalázó kínzás. És a hóhérok ennyit akarnak tudatosan, de kezdetben nem így volt. Az, hogy az elítélt maga viszi keresztjét, jelkép. Azt jelenti, hogy a kereszthalál eredetileg önkéntes áldozat volt. Ez az első századra már feledésbe ment, ám most ez az önkéntes áldozat jelleg Jézus esetében újra megelevenedik, mert ő csak ugyan önként ment a keresztre. Erre céloz ő is, amikor követőit buzdítja, hogy önként vegyék fel keresztjüket. Második motívum a fej befedése. A szakrum, szakrális szó jelentése annyi, hogy elválasztott, elkülönített.
És így van a Héberben is. Az ilyen szakrális, elkülönített személy lehet szent, pozitív értelemben elkülönített, és lehet átkozott, negatív értelemben. A lényeg az az elkülönítés. A szakrális személyt mindenképpen el kell választani a közösségtől. Pont erre való eredetileg a fej befedése, jelkép. A fejfedő jelképesen láthatatlanná, az emberek között jelen nem lévővé teszi, elválasztja, az égi vagy épp alvilági istenek szférájába utalja az illetőt. Ezért fedi be fejét a zsidó ember szabbatkor, imánál zsinagógában, a szerzetes a kámzsával, a pap a szentségimádáskor, és így tovább. Nem csak a szakrális szent, de a szakrális átkozott fejét is befették. A keresztre ítéltekét, akik hát rengetegen voltak a római történelemben, mindig betakarták, vagyis ezzel jelképesen kivették őket az emberek közül, hogy eltüntessék a benne sejtett rosszat a közösségből. A fejbefedés baj elhárító rítus. Már most Jézus fejét is befették a töviskoszorúval. Be kellett fedni a fejet, mert keresztre feszítés enélkül nem volt. Ezt tudják a hóhérok, de azt már nem, hogy miért, hogy ez mit jelent. Így más értelmet adnak a töviskoronának, a királyi korona karikatúrájává teszik. Harmadik a korbácsolás. Ez a János evangélium szerint Jézus esetében Heródes kétségbe esett mentő ötlete volt, hát ha a félholtra vert ember látványa könyörületet kelt a halálát követelő tömegben. De eredetileg ez a korbácsolás is hozzátartozott a keresztre feszítés rítusához, és szintén szakrális, baj elhárító, apotropaikus eszköz volt, démonűzés. Sok nép termékenység rítusaiban a nőket termővesszővel verdesték, hogy a termékenységet gátló démonokat kiűzzék belőlük. Ezért tovább a lányok húsvéti vesszőzésének népszokásában ez az eredete a mikulásnapi virgácsnak, az az ősi rendeltetése, hogy úgymond kiverje a gyerekből a rosszat, a rossz szellemét. És mindenféle verés eredeti célja az illetőnek a megtisztítása volt, és csak később vált a verés javító, majd büntető verésé. Negyedik, a leköpés és kigúnyolás. Jézust arcul köpik. A szenvedés történet egyik legmegalázóbb részlete. Ám a félelmetes, fenyegető tárgy vagy személy leköpésének eredeti célja sem a megalázás, hanem ismét a baj elhárítás. Rengeteg ókori irat tanúsítja e hiedelmet. Használták a leköpés eszközét például rontás ellen, átok hatástalanítására, a szerelmi mágiában, mérgezés, meg lelki bajok esetén. A nyálat a gyógyító mágiában pedig főleg a szem, a száj, a fül megnyitására. Tudjuk, hogy még Jézus is gyógyított köpéssel, nyállal, ahogy ezt tanúsítja a János evangélium 9. fejezete, a Márk 7. és 8. fejezete. A köpésben a baj elhárítás a lényeg tehát. Persze ez a cél sokszor összekapcsolódik megalázással, megvetéssel. Amikor a Galata levél 4. fejezet 14-es versben Pál azt írja, ti a testembe adott, kapott tövis valamiféle betegség miatt nem vetettetek meg, szó szerint a görögben így van, nem köptetek le. Jól tudja Pál, hogy a betegek előtti kiköpés nem csak az elborzadás jele,
hanem baj elhárításra szolgál, nehogy a többiek elkapják a betegséget. A kettő, a baj elhárítás és a megvetés a rómaiaknál nagyon közel áll egymáshoz. Vallásos félelmeiket sokszor vezették le rituális gúnyolódással és kiköpéssel. Ilyen ritus volt a szóbeli ostorozás, flagitáció, a kiéneklés, exkantáció, sőt, rituális trágárság, meg a szent történeteken való gúnyolódás, a mítosz paródia. Jézus arcul köpése és kigúnyolása ebbe a körbe tartozik. Eredeti célja a szent borzadály elhárítása. Ötödik motívum, fához rögzítés. A keresztre feszítés baj elhárító kelléktárának legfőbb része maga a keresztfa. Függőleges szára eredetileg nem ácsolt fa volt, hanem természetes élőfa, de átokfa. Arbor infelix. Ilyenre rögzítették a szakrális bűn elkövetőit. Jelképesen átkosnak, az alvilághoz tartozónak nyilvánították őket. Krisztus keresztjét is tényleg gyakran ábrázolták élőfaként, gyökerei között olykor Ádám Éva koponyájával, mintha Jézust az ősbűn fájára feszítették volna fel. És hát így is volt igazából. Emlékszünk, hogy élőfa kereszt látható a drága János Pálunk pásztorbotján. Nem egy ácsolt kereszt van azon, hanem egy csupasz, kiszáradt, de természetes fa. Az ókorban átokfának az élő, de terméketlen, vagy mérgező, termésű, tüskés, villámsújtott, kiszáradt fákat tekintették, meg egy rejtelmes vérfa nevezetű növényt. Az említett ősrómai történetben ezt a Horáciuszt is élőfán, átokfán kellett volna kivégezni, ha a nép nem menti fel. A Krisztus előtti 5. századi 12 táblás törvény is élőfára kötözést rendel a szakrális bűnösnek. A Spartacus féle rabszolga felkelés leverése után 7000-7000 embert feszítettek élőfa keresztre, az útmenti fákra elrettentésül. Ahogy a többi rituális részlettel együtt, ennek az átokfának a vallási jelentése is elhomályosult, úgy lett egyre gyakoribb az ácsolt kereszt, mert hát az praktikusabb. Talán Jézusé is ácsolt volt, ám csodálatos, hogy a kereszt ilyen szimbolikus értelmezése a bibliai íróktól kezdve az egyházatyákon át, az újabb korokig mégis ezen ősi természetes fa, átokfa képzetéhez tér vissza. Például, amikor azt írják, hogy a keresztfa átokfából lett áldásfává, az örök élet fájává. És hát ez a helyzet, szó szerint. Hatodik elem, átszegezés. Tudjuk, Jézust a kereszthez kötözték, és még rá is szegezték. A test súlyát a kötözés tartotta meg, és a szögezés célja az valami egészen más dolog volt. A tudósok sokat vitáztak arról, hogy hol verték át a szögeket Jézusnak a karján. De itt nem valami technikai, anatómiai ügyről van szó, hanem megint vallástörténeti dologról. Ugyanis a szög beverés az egy rítus. Sok nép ismerte. Lényege, hogy a bajt rögzítéssel, fixálással hárítják el, úgy, hogy tárgyakba, sőt, a keresztnél ugye személyekbe is szöget ütnek. Például egy ősrégi etruszk sírkamra falán az látható, amint Nortia, halálistennő, szöget üt a halott fejébe. A fejébe. Nehogy visszatérhessen a földre.
És van itt egy elképesztő bibliai párhuzam. A Bírák könyvében, 4. fejezet 21-es, 22-es vers. Siserával, az ellenséges hadvezérrel egy zsidó nő, Jáhel, végez, de nem akárhogy, hanem szöget, sátor tartó cölöpöt üt bele a fejébe, hogy a benne lévő gonoszt rögzítve hatástalanítsa. Egy római költeményben a végzett istennő fenyegetően szegekkel a kezében kíséri végig az ember földi útját. A rontási mágiában az ellenség képmását döfték át tűvel. Sőt, a rómaiak állami szertartásaikban is éltek a szögbeverés rítussal, különösen félelmetes eseményeknél, például amikor a Krisztus előtti 4. században megmagyarázhatatlan tömeges férjegyilkossági hullám söpört végig a városon. E szörnyűség elhárítására egy templom falába vert szöget egy diktátor, akit úgy is hívtak, hogy szögbeverő diktátor. A gonosz erő rögzítéses megbénításának példái az átok táblák, amelyekbe az átok szöveg mellé egy ilyen szöget vertek, vagy karcoltak, hogy az ellenséges erőt fixálva megbénítsák. Ezt a célt szolgálja eredetileg a koporsó szög, ami ugye praktikusan épp oly értelmetlen, sőt morbid, mint szöggel rögzíteni keresztre valakit. Pont erre utal Pál a Kolosszeiekhez írt levél 2. fejezet 14-es versében, amikor azt mondja, Jézus az ellenünk szóló adós levelet a keresztfához szögezte. Ez az adós levél, ez nem papír, hanem tábla, átok tábla volt, mely a bűn adóssággal megkötözi, megbénítja az embert, átok tábla. Amikor ezt az adósság táblát Jézus felszögezte a keresztre, akkor a jelképes szögezéssel elhárította a rajta levő átkot, a halált. Nagyon érdekes, ezt mondja Pál. Hát ilyen hatalmas összefüggések vannak itt. Egyesek gyűjtötték a koporsók és a keresztfák szögeit, és mágikus praktikákra használták, mert a holttesttel érintkező dolgoknak varázserőt tulajdonítottak. A szögbeverés változatos formáit soroltam fel, de a cél mindig egy és ugyanaz, a veszélyt jelentő ember, vagy átkos gonosz erő rögzítése, megbénítása. Amikor Jézust átszögezték, akkor a tudat alatti cél ez volt, nem a test megtartása. Arra ott volt a kötél, amivel Jézust a kereszthez kötözték. Hiszen a kéz vagy az alkar átszögezve, hát nem is képes megtartani egy testet. Hogy mégis ragaszkodtak a szögezéshez, akkor is, amikor e baj elhárító rendeltetése már egyáltalán nem volt világos, hanem a kivégzés technikai részlete lett, akkor a szögezés ősi szakrális baj elhárító jellege volt az, amire ezt csinálták. Miért csinálják végig Jézus hóhérai mindezt? Noha az eljárás részleteinek, amikről beszéltem, a jelentését nem értik már. Azért, mert valamit mégis tudnak. Egy közönséges bűnözőt ki lehet iktatni az élők sorából, kivenni a világból, kivégzik, nyoma sem marad. De a szakrális személy az más. Neki megölve is nyoma marad. Nem elég fizikailag megsemmisíteni. Több kell. Meg nem történté kell tenni. Visszafelé a múltban sosem létezetté kell tenni őt, és amit jelent. Hát pontosan erre valók a keresztre feszítés kellékei, kedves hallgatóim.
A kereszt nem egyszerű kivégzés, hanem egy ártónak tekintett szellemi valóság törlése. Átokfa, szögezés, verés, fejbefedés, leköpés, gúny, ezek mind az ártónak ítélt szellemi valóság visszacsinálásának, az időből kitörlésének az eszközei. Volt a rómaiaknál egy nagyon furcsa büntetés, a feledésre ítélés, damnatio memoriae. A feledésre ítélt személy nevét törlik a feliratokból, a feljegyzésekből, tilos a nevét kiejteni, ne beszéljenek róla, legyen olyanná, mintha soha nem is létezett volna. Hát erről van szó. Hát nem ugyanezt parancsolja a hatóság a híveknek az apostolok cselekedeteiben? Többször is. Ne beszéljetek róla. Ítéljük feledésre. Tegyük meg nem történté. Sosem voltá ezt a Jézust. Hát a parancs, ne beszéljetek róla, és a kereszt elhárító, törlő kelléktára, amiről ma beszéltem, az ugyanaz. Ha mást nem is, ezt a lényeget pontosan tudják, tudatlanul is tudják, Jézus keresztjének követelői, elrendelői, végrehajtói, római katonák, zsidó közreműködők, a jelenlevők mind ezt akarják. Törölni. Törölni őt. És mit akar ma a világ? Ugyanezt. Ne beszéljetek róla. Ne legyen kereszt a falon, keresztvetés a foci meccsen. Felejtsük már el. Dilét. Törölni. Legyen olyanná, mintha soha nem is létezett volna. Borzalmas. Ez a kereszt célja. De közel a feltámadás. Ámen.